Először is indítsatok egy blogot. Miért indítsatok egy blogot? Egy blog fogja, és a weboldaladat, a webáruházat a többiek közül kiemeli. Alakíts ki a saját karakteredet, tedd fel az életedet, tedd fel a személyes tapasztalataidat, de ugyanakkor mutasd meg a márkádat, mutasd meg a termékeidet, építs bizalmat. Nagyon kevesen csinálják ezt komolyan és jól, és folyamatosan. Ez az egy feladatod van, leülni, átgondolni, mit fogsz blogolni, mit teszel ki, milyen tartalmakat, mennyire engedsz belátást a saját magánéletedbe, ha ezt mind meg tudod oldani, és mindet egyensúlyba tudod tartani, és csinálsz egy olyan blogot, amit rámegy egy leendő vásárlód, és azt mondja, hogy ez érdekel, akkor vissza fog jönni, olvasni fogja a blogodat, teljesen mindegy, hogy miről írsz. Elmentél egy moziba, megnéztél egy jó filmet, ettél egy jót ebbe és ebbe az étterembe. Az a lényeg, hogy tapasztalatokat írj, éld az életed, és az élet által átélt tapasztalataidat írd meg. Nagyon sok példát tudnék erre mondani. Egyik új ügyfelem a meglepkék.hu indított egy blogot. Éppen ez egyik élmény ajándékot mutatták meg képpel, szöveggel, de ugyanakkor írtak arról is, hogy elmentek egy csapatépítő tréningre. De ez teljesen attól függ, hogy milyen tapasztalataid vannak az életben. Az a lényeg, hogy itt nincs szabály. Amennyire nyílt vagy, és amit tudsz közölni a blogodon, az mind te leszel. Építesz egy karaktert, ezt a karaktert megerősíted, bemutatod, és azzal a webáruházzal, a weboldallal vagy bloggal kapcsolatban te fogsz mindig képbe kerülni. Ha valaki arra gondol, hogy mobiltelefon, akkor mondjuk a Kovács Géza. Fel kell építened egy saját karaktert, karakterizálnod kell a webáruházadat. Akik esetleg elakadnának, inspiráció, így hívják a varázsszót, ahogy mondtam, menjetek ki valamelyik szigetre, Maldív-sziget, vagy Spanyolország, valahova, nyugodtan, egyedül, család nélkül, üljetek ki szépen a homokos tengerpartra, egy jó kis koktél, üljetek ki, gondolkozzatok, legyen egy diktafon nálad. Gondold át az üzleted, relaxálj, meleg van, homok van, nyugalom van, senki nem zargat, pihent ki magad. Ugyanakkor persze belföldön is elmehettek. Az a lényeg, hogy legyen nyugalom körülötted, legyen egy kis csend körülötted. Gondold át, hogy mit akarsz közölni. Amikor már megvan a nyugalom, és rendezted a gondolataidat, akkor mondd fel a diktafonra, amennyi bejegyzés gondolatot tudsz csak. Rögtön ki is dolgozhatsz bejegyzéseket, de az is elég, ha csak bizonyos gondolatokat találsz ki.